Ez a Pápavárosi Televízió híradója április 18-án csütörtökön, köszöntöm nézőinket! A választási törvény szerint április 20-án kezdődik a választási kampány. Ettől az időponttól van lehetőség jelöltet ajánlani. Ezt a választójoggal rendelkező választópolgárok tehetik meg, közölte dr. Nagy Krisztina. A szombaton induló kampány kapcsán a helyi választási iroda vezetője az ajánlás szabályairól tájékoztatott. Szombaton indul a jelöltek ajánlása, hívta fel a figyelmet dr. Nagy Krisztina, a helyi választási iroda vezetője. Hangsúlyozta, csak a választási iroda által kiadott ajánlóíven lehet érvényes ajánlást tenni. Ezek az ajánlóívek egyedi azonosítóval, egy vonalkóddal, illetve vannak ellátva, illetve sorszámozottak ezek az ajánlóívek. Április 20-ától május 6-áig van lehetőség polgármestert, illetve jelöltet, önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani, hiszen ez a jelölt bejelentésnek a határideje. Az ajánlóíven pontosan szerepel a jelölt neve és a jelölő szervezet vagy szervezetek neve, közölte az iroda vezetője. Az ajánlásokat, aki gyűjti, őneki alá kell írni ezt az ajánlóívet, rá kell vezetni az ajánlóívre az ő nevét, valamint a személyi azonosítóját. Ha a választópolgár ajánlani szeretne, akkor az ajánlóíven teheti meg ezt érvényesen, ő is feltünteti ezen az ajánlóíven a nevét, a személyi azonosítóját, illetve a magyarországi lakcímét, valamint saját kezülekkel aláírnia, ez nagyon fontos, ezt az ajánlóívet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre nem adhat le több ajánlást. Ilyen esetben minden ajánlása érvénytelen. Főszabályként bárhol lehet ajánlást gyűjteni, néhány kivétel azonban van. Munkahelyen nem lehet ajánlásokat gyűjteni, nem lehet tömegközlekedési eszközön, egészségügyi szolgáltató helyiségében, tehát kórházban, orvosi rendelőben, nem lehet köznevelési intézményekben, iskolában, óvodában, felsőoktatási intézményekben sem ajánlást gyűjteni, valamint nem lehet állami, helyi, önkormányzati, hivatali helyiségekben sem ajánlásokat gyűjteni. És eddig valamennyi választás során felmerült az, hogy bevásárlóközpontok területén ajánlásokat gyűjtenek, lehet-e ezt érvényesen? A választási eljárásról szóló törvény szerint lehet érvényesen bevásárlóközpontok közforgalom számára is megnyitott parkolójában ajánlást gyűjteni, de csak akkor, hogyha az ingatlannak, tehát a parkolónak a tulajdonosa ahhoz írásbeli hozzájárulást adott a választópolgárnak, illetve az ajánlást gyűjtőnek, aki az ajánlást gyűjti. Az ajánlóíveket szombat reggeltől vehetik át a jelölő szervezetek és a jelöltként indulni kívánók. A jubileumi hét keretében ma délután kopjafát avattak és egy időkapszulát helyeztek el a Pápai SC Acsádi Ignác Technikum és Szakképzőiskola udvarán. Matting Mónika megbízott igazgató elmondta, szerettek volna emléket állítani a 140 éves évforduló kapcsán. A Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikum és Szakképzőiskola időkapszulája a szokottnál nagyobb méretű lett, hisz a 140 éves évforduló kapcsán belekerült sok minden, ami az iskolát jellemzi. Mesterremekek, eszközök, fogalmazások, üzenetek is helyet kaptak a dobozban. A hegesztők, például a hegesztőpajzsot, védőszemüveget helyeztek bele, a villanyszerelő oktatók, tehát az elektronika, elektrotechnika ágazat képviselői belehelyezték az ágazati alapvizsgának a vizsgadarabját, egy kis kocsit, a faipari ágazat oktatója szintén az ágazati alapvizsgának egy vizsgadarabját helyezte bele, egy vázlatrajzzal együtt, hogy hogyan készül, illetve különböző mérőeszközök, műszerek kerültek még bele. De nem csupán az egyes szakmák helyezték el jellemző tárgyaikat a dobozban, a humán munka közösség például a diákok fogalmazásait tette bele, melyet a szakmájukról írtak, a dökösök pedig egy-egy üzenettel gazdagították a gyűjteményt. Somogyi Tivadar általános igazgató helyettes mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a kopjafa avatása az iskola emlékeinek, értékeinek megőrzését jelképezi, az összetartozás a közösség szimbóluma. Az időkapszula kapcsán azt mondta, hogy az nem csupán tárgyakat tartalmaz, hanem egyben üzenet a jövőnek arról, hogy mit tartanak ma fontosnak. Az emlékoszlop és az időkapszula nem csupán egy jelen pillanatot örökít meg, hanem közösségünk örökségét is hordozzák.
hagyjuk, hogy ezek a jelképek muskuláljanak bennünket, hogy jobb emberekedjünk és építsünk a jövőt, amely méltó lesz azokra, akik utánunk jönnek. A kopjafát Papp Gergely készítette az oldalán virágmotívumokkal. Az emlékoszlopot Benedek Gábor, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgató helyettese leplezte le. Áprilistól újra működik a Közszolg Nonprofit Kft. Házhoz menő lomhulladékgyűjtési szolgáltatása. Szeptember végéig havonta egy-egy gyűjtőkörzetből szállítják el a feleslegessé vált holmikat az igénylőktől, hívta fel a figyelmet Bordás Ferenc, a Közszolg ügyvezetője. Ebben a hónapban az egyes számú gyűjtőkörzetben élők igényelhetik a díjmentes szolgáltatást, vagyis a tókertiek kérhetik a feleslegessé vált holmik elszállítását. Minden évben hagyományosan áprilisban indul a Közszolg Nonprofit Kft. Díjmentes házhoz menő lomhulladékgyűjtési szolgáltatása. A tavalyi évben, 2023-ban 189 ingatlan használó élt ezzel a lehetőséggel, és összesen 23 tonna lomhulladék került elszállításra ennek keretében. Az idén is megkezdődött már igénylésre a feleslegessé vált holmik elszállítása, elsőként a tókertben. Körzetes megbontásba végezzük a szolgáltatást, ez azt jelenti, hogy a város 6 gyűjtött körzetre került ebből a szempontból a felosztásra, és minden gyűjtőkörzetben egy hónapig végezzük a szolgáltatást, áprilistól szeptemberig, és októberben pedig egy ilyen pótgyűjtési időszak kerül megrendezésre. A szolgáltatás rendje megegyezik a korábbiakkal. Ezt a szolgáltatást azon természetes személyek tudják igénybe venni, akik szerződéssel rendelkeznek, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj hátralékuk nincs. Egy köbméter lomhulladékot tudnak átadni díjmentesen. Ennek a folyamata úgy történik, hogy az igénybejelentést a 893-14900-as telefonszámon tudjuk fogadni. Ezt hétköznapokon reggel 6-tól délután 2 óráig. A kollégánk megnézi a jogosultságot, és az időpontot leegyezteti az ingatlan használóval. Utána pedig az egyeztetett időpontban kollégáink egy konténeres autóval kimennek az ingatlanhoz, és ott lehet belehelyezni ezt a lomhulladékot. Fontos, hogy az ingatlan területén kell tárolni eddig az időpontig a lomhulladékot, közterületre ezt nem szabad kihelyezni. A lomhulladék szállítás során a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladékot lehet átadni. Vannak azonban olyan hulladékok, amiket nem szállíthatnak el így módon. Ez az elektronikai hulladék, tehát tévé, rádió, hűtőszekrények, a használt gumihulladék, zöld hulladék, az ipari, illetve mezőgazdasági termelésből származó hulladékok, a szelektív hulladékgyűjtés során átvendő csomagolási hulladékok, tehát ezek a műanyag hulladék, üveg hulladék, papír hulladék, ezt nem szabad beletenni. A lomhulladékgyűjtés során nem veszik át a veszélyes hulladékot, az építési-bontási hulladékot, a fabútort, a fém hulladékot és a ruhaneműt, textíliát sem. Ezek nagy részét azonban a hulladékudvarba beszállíthatják az ingatlan használók, közölte Bordás Ferenc. Ismét megrendezték a Bródy Imre Veszprém vármegyei fizika versenyt Ajkán. A Tür István gimnáziumot Bence Kitti, Moroc Hanna, Németh Dorottya Réka 12. G-osztályos tanulók képviselték. A verseny két részből állt, először a diákoknak 5 számítási feladatból álló feladatsort kellett megoldaniuk egyénileg, majd a csapattagok együttműködve végeztek el egy mérési feladatot. Az egyéni versenyben Bence Kitti első helyezett lett, Moroc Hanna és Németh Dorottya pedig holtversenyben a 4. helyen végzett. A csapatversenyben mindenkit maguk mögé utasítottak, a Tür István gimnázium diákjai végeztek az élen. Felkészítő tanáruk Szilos Attila volt. 17 svecingeni diák érkezett Pápára a Petőfi Sándor gimnázium meghívására. A német fiatalok fogadó családoknál laknak, napközben pedig az iskola szervezésében változatos programok várják a vendégeket. A csoport hétfőn érkezett, és vasárnap indulnak majd haza a diákok, számos élménnyel gazdagabban. A svecingeni diákok kedreggel a vendéglátó Petőfi gimnáziummal ismerkedtek, majd Unger Tamás alpolgármester is fogadta a csoportot a városházán.
Délután a Kékfestő Múzeumba és az Eszterházi kastélyba látogattak el, szerdán Pannonhalma és Győr volt az úti cél, ma pedig a bázison jártak. Megnéztük a régi és az új haditechnikát, voltunk a tűzoltóknál többek között, illetve egy tartalmas két és fél órás programon vettünk részt, amivel egy kicsit ugyan kicsúsztunk az időből, de ezt senki nem bánta. Gyerekek nagyon élvezték, ha csak a régi technikára gondolunk, kiállított repülőgépekre, akár az új C-17-esre, amit szintén testközelben láttunk. Olyan szerencsénk volt, hogy egy felszállást is. Ez mi gyerekeink közül is, tehát magyaroknak is jó részt újdonság volt. A német diákok és a magyar fogadó családok fiataljai közösen vesznek részt a programokon. Megnézték együtt többek között a Pannonia Reformáta Múzeumban levő múmiát, valamint a vendéglátók szerveztek egy több állomásból álló játékos városnéző programot. Papa ist eine sehr schöne Stadt, auch sehr sauber. Pápa nagyon szép és tiszta, mondta az egyik diáklány, de a többieknek is tetszett városunk. Nagyon szép a város, és örülök, hogy megismerhettem a történetét, kultúráját. A kedvencem a győri kirándulás volt, és nagyon érdekesnek találom a város nevezetességeit. Pénteken Veszprémbe és a Balatonhoz kirándul a csoport, a szombatot pedig a fogadó családokkal töltik a német vendégek, akik aztán vasárnap indulnak haza Svecingenbe. Győri Endréné volt a Tapolcafői Kertbarátkör legutóbbi összejövetelének vendége. Éva néni beszélt a 30 éves győri gyűjtemény kialakulásáról, és említést tett a Tapolcafői kötődéséről és a győri gyűjteményben található Tapolcafőről származó tárgyakról. Tőle megszokott humorral és jókedéllyel mesélt a gyűjtő munkáról. Az előadás előtt megtekintette a Falu Múzeumot és a Petti Sándor emlékszobát, majd gratulálta a kör helyismeretet gazdagító munkájához. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, a folytatásban a holnapi időjárásról hallhatnak. A Pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint pénteken a reggeli napsütést gomoly felhőképződés követi, majd a kora délutáni óráktól beborul az ég, és egyre jobban megvastagszik a felhőzet. Délutántól zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A mérsékelt szél záporos, zivataros időszakokban átmenetileg megerősödik. A csúcshőmérséklet holnap 13 fok körül alakul, este pedig 6-8 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Köszönöm figyelmüket, nézzék továbbra is műsorunkat. Viszontlátásra!